hogy legyen mivel kinyitni a határt, és soha többet nem bezárni. Luhár László elek polgármestere mutatta itt azt a fűrészt, melyet a szomszédos Otlaka polgármestere Petro Claudio Batranut hozott ajándékba, hogy jelképesen is megnyissák a két település közötti határt. Az eleki állomás egyike volt annak a 10 határszakasznak, melyen átkelőket nyitnak alkalomszerűen. Ezzel a korábbi idő, amíg a két településről eljutottak egymáshoz az ott élők, a töredékére csökkent, ami nagy előrelépésnek számít. Ez nagyon sokat jelent a közösségnek. Ez egy annak a tévedésnek a helyrehozása, amit 1948-ban elkövettek, hogy bezárták a határt. Ez a határátkelő azok közé tartozik, ami most hétvégén nyitva lesznek, de azt reméli, hogy a továbbiakban véglegesen nyitva lesz. Luhár László eleki polgármester szerint ennek az átkelőnek a megnyitása nem csak helyi, hanem térségi jelentőséggel is bír. Gyakorlatilag nem csak a település lakóinak lesz ennek nagyon nagy jelentősége, hanem a térségnek, hisz Békés Csaba és Arad között ez a határátkelő hely lesz a legrövidebb út, amin elérhető lesz a két megyeszékhely, és azt gondolom, hogy a környékbeli polgármesterek jelenléte is azt bizonyítja, hogy ez térségi, mikrotérségi hatással bír ez a határ. Az ünnepélyes esemény végén Siluan Manuela gyulai román ortodox püspök kért áldást az új átkelőre. Itt pedig már a Dénes-Majori határszakaszon érkeznek az első autók a megnyitást követően. A nagyzerindiek számára komoly segítséget jelent az átkelő, hiszen egy közel 40 kilométeres kerülő csökkent le alig 8 kilométerre. Nagyon örülünk neki. Tényleg, mi is itt lakunk a határszélen, sokkal egyszerűbb. Itt vagyunk mindjárt 10 perc szinte is. Nagyon jó, örülünk neki. Ez egy ünnepi pillanat, de az ünnep igazán akkor következik el, amikor betölti rendeltetését is. Ez az út és határátkelőként működik. Görgényi Ernő polgármester különösen fontosnak ítélte a határnyitást, és elmondta, Nagyzerind és Gyula közösen valósította meg a két település közötti útszakasz megépítését, melyhez az Unió 3 millió euróval járult hozzá. 2012-ben még úgy volt, hogy Románia csatlakozik a Schengeni közösséghez, és így nem lett volna szükség a határátkelőkre. Most már valóban rendszeresen át is lehet kelni ezen a határátkelőn, és használhatjuk az utat, így betölti rendeltetését, összeköti a két ország népét, összeköt bennünket a körösök mentén jelenleg román oldalon élő barátainkkal, összeköti a turisztikai kapcsolatokat, a kereskedelmi kapcsolatokat és a kulturális kapcsolatokat is. Nagyzerind polgármestere azt mondta, egy fontos és nagy lépést tettek előre, de ezzel még nem értek a célhoz, ami az, hogy később folyamatos lehessen itt az átkelés. 13 év után úgymond rendszerességgel meg fog nyílni ez a határátlépő, olyan rendszerességgel, hogy hetente egyszer. Nem ez a végcél az, hogy naponta meg legyen nyitva a határátkelő. Én bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban, és nem kell még 13 évet várni azért, hogy ez megvalósuljon. Romániának azért vált sürgőssé a határnyitás, mert a határmenti útépítések finanszírozója az évelején arról tájékoztatta a bukaresti kormányt, előfordulhat, hogy vissza kell fizetni a támogatást, mert az utakat nem használják rendeltetésük szerint.